Köszöntöm kedves nézőinket! A híradót látják itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Híradásunk tartalmából. Zavarmentes munkálatok. Haladnak a szennyvíztisztító telep felújításával. Színház az egész világ. Sajtótájékoztató a színjátszó találkozóról. Tejjel az egészségért. Varga László előadása a jótékony hatásokról. Az előző évben megkötött szerződésnek megfelelően folyamatosan dolgoznak a szennyvíztisztító telep felújításán. Az új eszközöknek köszönhető végtermék sokkal kevesebb káros anyagot tartalmaz majd. A projekt lebonyolítása nem okoz zavart az üzemeltetésben. 2012-ben kötődött az a szerződés, amely a szennyvíztisztító telep felújítását jelenti. A telep egyes részei még a 90-es években épültek. Már akkor kiderült, hogy a jogszabálynak ugyan megfelelnek, de a társadalmi elvárások kielégítésére nem teljesen alkalmasak. 2011. augusztusában írtuk alá a támogatási szerződést. Magáról a társulásról annyit kell tudni, hogy ebben kizárólag települési önkormányzatok vannak. Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás néven működünk. Mosonmagyaróvár, Mosonudvar, Levél, Mária Kálnok és halászi községek alkotják a tagját, és együttesen így a társulás felel magának a projektnek az egész megszervezéséért, bonyolításáért. A 2011. augusztusi támogatási szerződés aláírása után azonnal megkezdtük a szükséges közbeszerzési előkészítő munkálatokat. Az eddigi munkálatok gyakorlatilag úgy folytak le, hogy a lakosság észre sem vette azokat. Igyekeznek úgy dolgozni, hogy ne okozzon senkinek se kellemetlenséget. A város szempontjából több miatt is komoly jelentősége van ennek a beruházásnak, hiszen mi komolyan gondoljuk, hogy Mosonmagyaróvár a Szigetköz fővárosa, és sajnálatos módon ezzel az urbanizációs szeméttel, a szennyvízzel szennyeztük az egyik legnagyobb kincsünket, a Mosoni Dunát. Nyilván ez szándékunk ellenvaló volt, ezért mihelyt pályázati lehetőség nyílt erre. Nyilvánvalóan ez a pályázat egyik célja is volt, hogy a Szigetközt, a környezetünket tovább ne rongáljuk. Amint az látható, a hátam mögött új biológiai reaktor műtárgy épül, a telep kapacitását bővítendő, ehhez fog csatlakozni a szennyvíz fogadásához létesítendő új előmechanikai műtárgy, az épülő műtárgytól hátrébb pedig az új biogáz telephez készülő iszapkirotható és gázkezelő műtárgyak fognak megépülni, hátul a reaktorok mögött pedig a szoláris iszapszárításhoz, egy új technológiához építünk egy üvegház jellegű építményt, amely ugyanúgy működik, mint egy üvegház a növénytermesztésben. Az oda kerülő már kigázosított szennyvíz iszapot kezelik, majd a mezőgazdaságban felhasználják. Ez az elegy így nagyobb szárazanyagot és sokkal kevesebb káros anyagot tartalmaz majd. A projektet úgy szervezték meg, hogy közben az üzemeltetés természetesen nem áll le. Mindenki nyugodt lehet abban, hogy a mostaninál semmiképpen sem lesz rosszabb vízminőség a Mosoni Dunába, és gyakorlatilag a szolgáltatás meg abszolút folyamatosan megy. Ez volt az előző időszakban is, ahol üzemeltettük úgy a rendszert, hogy csőbélelés volt, és mégis senki nem vett észre szinte ebből semmit. Ugyanígy ezt a szennyvíztelepet is így próbáljuk elkészíteni. Folytatódik az érettségi. A tegnapi matematika után ma történelemből kellett helytállniuk a fiataloknak. Az első részben tesztkérdéseket oldottak meg, ezt követően pedig egy egyetemes és kettő a magyar történelemhez kapcsolódó esszét írtak meg azok a diákok, akik középszintű érettségit tettek ebből a tárgyból. A holnapi nap folyamán az angol tudásukról adnak számot a középiskolások. 23. éve rendezik meg városunkban a Moson megye színjátszó találkozót, amelynek idén is a Flesch Károly Kulturális Központ ad otthont május 10-ei kezdéssel. A kétnapos összejövetelen a péntek esti előadás kivételével ingyenesen megtekinthető az összes színdarab, amelyre nagy szeretettel várják az érdeklődőket. Az amatőr színjátszás színpad szeretet a városban is nagy hagyományokkal bír. Mindez a lehetőség, amit hétvégén ránk következik, pedig lehetőséget ad arra, hogy ismerősökkel, barátokkal találkozzanak, sőt, hogy szakmailag megmérettessenek egymás előtt. Azt hiszem, hogy egymás előtt játszani, egymás előtt egy picit vizsgázni, mindig egy külön kihívás, egy külön élmény, érdemes megnézni, hogy izgulnak, hogy készülnek ezekre a fellépésekre. Május 10-én kezdetét veszi a 23. Moson megyei színjátszó találkozó a városban.
A kétnapos rendezvényen reggeltől estig láthatnak előadásokat az érdeklődők a Flash Központ színház termében. A hétvége részleteiről tartott sajtótájékoztatót a szervező. Gazdag programot állítottunk össze, hiszen összesen 19 amatőr színjátszó csoport lép színpadra, és örömmel mondhatom, hogy idén is az egész országból jöttek színjátszó csoportok, és határon túlról is érkeztek magyar nyelvű csoportok. Szlovákiából, Felvidékről, Délvidékről, Szerbiából és Romániából, Erdélyből. Pénteken kezdődik tehát a találkozó a Nagyszokói Operett Amatőr Színjátszó Egyesület előadásával. A szombati és vasárnapi színdarabok ingyenesen megtekinthetőek a Flash Károly Kulturális Központban. A tejtermékek jótékony hatásáról tartott előadást Varga László a Nyugdíjas Egyetemen. A rövid történeti áttekintés után érdekes és sokaknak teljesen új dolgokat mesélt. Néhány kutatási példát is felelevenítve, az anyatejtől egészen a kecsketeig minden hasznos információt megtudhattak a hallgatók. Melyek a főbb tejtermelő állatfajok, hogyan történt a háziasításuk, milyen tendenciák jellemzik a világ fogyasztását, a tejtermelés kialakulásától kezdve egészen a jótékony hatásáig mindent megtudhattak a hallgatók a Nyugdíjas Egyetemen Varga Lászlótól. Hangsúlyozottan beszélni szeretnék a főbb tejkomponensek, a tejzsír, a tejfehérje, a tejcukor, az ásványanyagok és a vitamin jótékony hatásairól. Azt követően kiválasztok két terméket, két fermentált mikroorganizmusok segítségével előállított tejtermékcsoportot, a sajtokat, illetőleg az úgynevezett savanyú tejtermékeket, a joghurtféleségeket. Ezekről szeretnék érdekes információkat megosztani a hallgatósággal. A tejben lévő anyagok jó hatással vannak a vérnyomásra, csökkentik a szív- és érrendszeri problémákat, továbbá erősítik a csontokat. Az anyatej pedig zsírosabb ugyanaz állaténál, de segít kialakítani a csecsemők megfelelő emésztését. Az előadásból az is kiderült, hogy ezen a területen is kiemelkedő a város szerepe. Mosonmagyaróvár a tejgazdasági kutatások központja már 1903 óta. 110 éve itt működik a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet központja, úgyhogy a tudományos vonatkozásokban is központnak tekinthető Mosonmagyaróvár, és hát azok közé, a városok közé tartozunk, települések közé, ahol tejfeldolgozás, illetőleg tejtermékelőállítás történik. Varga László fontosnak és aktuálisnak tartja a témát, szerinte ugyanis az ehhez hasonló előadásokkal elkerülhetőek a tejfogyasztásáról kialakított tévhitek. Az előadásomnak is ezt a címet adtam, ami még az én gyerekkoromban így szlogenszerűen hangzott el, hogy a tej életerőegészség, de számos olyan tévhit jelent meg, tudományos és főleg kevésbé tudományos helyeken, amelyek talán megingathatják az átlag újságolvasó, tévénéző, fogyasztó bizalmát a tejtermékekben, ezeket szeretném eloszlatni. Az emberi szervezetre tett hatások mellett a vásárlási szokásokra is felhívta a figyelmet az előadó, miszerint a púpos tetejű kefirt megvehetjük, de a hasonló joghurttól viszont jobb, ha távol tartja magát az ember. Második alkalommal rendezett kosárlabdatornát az MTE 1904 kosárlabda szakosztálya. Mivel testvérvárosunk Dunaszerdahely is elfogadta a szervezők meghívását, nemzetközivé vált a megmérettetés. Szombat reggelre számos fiatal és idősebb kosárlabda szerető sportoló és szurkoló gyűlt össze a Magacban. A 8 csapatos kosárlabda tornán két utánpótlás mérkőzést játszottak először a Mosonmagyaróvár és környéki gyerekek. Az ifjúsági mérkőzések után a felnőtt csapatok léptek parketre. A tornán a vendéglátó MTE 1904 mellett a János Somorja Ese, az Egerszeg AC és a szlovákiai Dunaszerdahely vett részt. Nem csak a szervezésből, hanem a párharcokból is aktívan kivette részét az MTE 1904 szakosztály vezetője. Ez gyakorlatilag az idén záró rendezvénye az MTE 1904 kosárlabda szakosztályának. A bajnokságok lezárultával egy meghívásos tornát rendeszünk, és ezen 6 csapat részvételével egy ilyen körmérkőzéses rendszerbe lebonyolított kupát rendezünk. Jó néhány tehetséges gyereket sikerült ebbe az közel egy esztendőbe felkutatni, akikből esetlegesen a későbbiekben lehet kosárlabdázó. Az augusztus végétől edzőtáborokkal és a korosztályos bajnokságokra történő felkészüléssel fogjuk folytatni. Immáron nem egy, hanem úgy néz ki, két korosztályos bajnokságból is tudunk majd indulni. Érkeztek a versenyre olyan fiatalok is, akik még több sportág iránt is érdeklődnek. Én János Homorjáról jöttem, a Jánosi csapatban játszok, hát inkább felnőttek között. Felnőttekkel picit nehezebb, gyorsabban kell futni, de felnőttekkel jobb. Focizok, igazából kosarazni jobban szeretek, de a fociban jobban elfáradok, meg
kosáredzés többször van. A legkisebbek is élvezték a fárasztó versengést, ami számukra még csak játéknak tűnt. Én emlékeztem, nagyon megszerettem. Edzőn kiválasztott, és akkor is járjuk egész Moson-Magyaróvárt meccsekre. Mi külön vagyunk a Haller, edzésnek van, Bójainak, meg másnak, és akkor ide szoktunk eljönni meccsekre. Nagyon nagyok ellen voltunk, meg gyorsak is voltak, én meg nem voltam olyan nagy, meg gyors. Hát nagyon nehezen, de rá tudom dobni. A felnőtt csapatok küzdelmét végül a Dunaszerdahely csapata nyerte meg, a miénk a harmadik helyen végeztek. Ezzel a tornával ért véget az idei szezon a kosárlabda szakosztály számára. Kedves nézőink! Önök a híradót látták itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Ma a hírháttérben Pető Péter frakcióvezetővel beszélgetünk a legutóbbi testületi ülésről. Azt követően pedig Kulissza című magazinműsorunkat láthatják. Friss híradóval holnap várom Önöket. Addig is kövessenek bennünket a Facebookon. Viszontlátásra!